Pedda, Szemolina Punkistelekre látogatott, ahol előadást fog tartani. Először is köszöntöm Önt. Pontosan miről fog ez az előadást tartani, és milyen, mi a pontos címe ennek? A címe, én is köszöntöm téged, köszönöm, hogy eljöttétek ti is. A címe Mi dolgom ebben a világban, ami arról szól, hogy előbb-utóbb ember észreveszi, hogy csinálja az életét, megy, munka, otthon, minden próbálkozik, sokszor ugyanazt csinálja újra és újra, és akkor megkérdezi, akkor mi az értelme, hogyha látom az én anyukám, apukám dolgozott, mentek munkára, mentek haza, gyerekekkel foglalkozták, de akkor mi az értelme, mert megüregedtek, kevésbé többé sikeresek, és akkor ember kérdezi, hát akkor mi a dolgom a világban? Mi a dolgom a világban? Ezzel a címmel tart már előadást, ehhez mérten milyen célközönséget próbál megszólaltatni? Hát azokat a személyeket, hát van többféle ember a világban, vannak azok, akik pont már keresnek ezt a választ, vagy már gondolnak, hogy kell valamit kérdeznem, valamit kell kutatnom, mert nem vagyok megelégedve azzal, hogy csak szürke hétköznapokat éljek. És azoknak, főleg a kíváncsiaknak, vagy azok, akik szenvednek és keresnek kijáratot az a életéből, vagy megoldást, például attól lehet szenvedni, hogy újra és újra ismétlődnek a problémák, és azoknak, ennek a közösségnek szól az előadás. Mik a tapasztalatok például ezen az előadáson is, hogy kik, akik ellátogatnak ide, és mik szoktak a kérdések lenni, hogyha vannak kérdések? Igen, vannak kérdések, tapasztalatok nagyon lelkesítő, mert mindenki pozitívan távozik, és utána mindig írnak kommentekbe, levelekbe, hogy nagyon tetszett nekik, és kapták sok választ a sok kérdésükre. Általában a kérdésük nem túl sok, de hogyha kérdés van, akkor inkább arra vonatkoznak, hogy én akkor most lélek vagyok, vagy test, mert ez is benne tartozik az életünkhöz, és érintjük, mert fontos, hogy ember tudjon, hogy én ki vagyok pontosan, nem csak testre kell koncentrálni, ami az is fontos, de amikor ezt a témát érintjünk az előadáson, akkor utána kérdeznek, tisztázni akarják, mert különböző mi dolgom, ez azt jelenti, hogy különböző feladatunk van, vagy küldetésünk lehetnének, még egy embernek is van minimum kettő küldetés, és ebbe próbálnak ebbe a témába kérdezni. Általában kérdeznek, hogy mi alapján van ez az előadás, mert nagyon sok szerző van, aki feltalálja, vagy kitapasztalja témákat, vagy megoldásokat. Az az előadás, amelyeket én tartok, az nem az én kitalációm, hanem vannak ősi írások, ami hihetetlen érdekesen működnek, ott leírják a törvényeket, hogy hogyan működik az ember, hogyan működnek a kapcsolatok, a pszichológia és minden. Na, ezt gyakorlatban kipróbálva, erre szereztem tapasztalatot, és ez alapján próbálok megosztani a többiekkel a előadáson ezt a gyakorlatias tudást. Köszönjük. Ja, köszönöm szépen.